Sziasztok gyerekek! Az én nevem Bernadetta. Majsai úti általános iskolában dolgozok, mint osztálytanító. Negyedik osztályosaim vannak, és a mai órán én nektek magyarul át fogok tartani. Először is szeretném, hogyha elolvasnánk együtt, és kitalálnánk, hogy miről is lesz a mai órán szó. Bizalmas személy, akivel szoros kapcsolatban vagyunk, és akinek tisztességére, segítségére bármikor számíthatunk. Az ilyen személlyel gyakori vagy tartós közös tevékenység során kölcsönös megértés, bizalom, ragaszkodás és szeretet alakul ki. Tehát mire is gondolhattam, amikor valamilyen olyan személy, akire bármikor, bármiben számíthatsz, szerintem sokan már tudjátok is, a barátra gondoltam. Az igazi barátra mindig számíthat az ember, még a legnagyobb bajban is. És itt most nektek kivetétek, 5. osztályban fogom majd tanulni a halmazokról, de most itt kivetítettem nektek egy ilyen halmazt, amelyben valójában a közepén láttok egy X-et. Gondolkodjatok el otthon, vagy a képernyők előtt, hogy ki az a személy számotokra, akivel nagyon könnyű beszélgetni, aki teljes mértékben számotokra nagyon megbízható, és kellemes társaság. Látjátok, mind a három halmaz metszi egymást ebben a kis X-ben, és ez a barát. Ha be tudjátok csukni a szemeteket, hogy a képernyők előtt, akkor el tudjátok képzelni, hogy ki az számotokra az a személy, akivel mind a három dolgot meg tudjátok csinálni, és próbáljátok felidézni egy közös élményt is, mondjuk amikor elmentek ebben sportolni, vagy elmentek együtt fagyizni, vagy elmentek táncolni. A mai órán Jókovics Tibortól fogunk majd egy elbeszélést feldolgozni, de előtte szeretném, hogyha egy kicsit az önéletrajzáról is beszélnénk. Jókovics Tibor magyarországi költő, író és pszichológus. Polgári származása miatt őt nem vették fel az orvosi egyetemre, a színakadémiára, illetve jogi egyetemre sem, és így ugye később pszichológus lett, de dolgozott, mint tanár is, dramaturgiákat is írt, és nagyon nagy példaképe, akire már tanultunk, Vörös Sándor, illetve Pilinszky János is. A versek mellett regényeket, elbeszéléseket, esszéket és színműveket is írt, és itt van Gyurkovics Tiborról egy önélet képe, tehát hogy hogyan nézett ki, és a mai órán az Én barátom című elbeszélést fogjuk majd feldolgozni. Nyissátok ki a tankönyveteket a 10-es oldalon, és én felolvasnám nektek először is ezt az elbeszélést. Gyurkovics Tibor az én barátom. Van nekem valamire való barátom? Körösi azt mondta, mikor elküldték mellőlem, nem baj. Fél éve együtt ülünk, míg a radírunk is közös volt. Az én padomba tartottuk, most meg azt mondja, nem baj. A majorba a désivel rúgom a bőrt. A szabályos játszótéren túl szerencsére van egy rendes füves tér, ahol rugni lehet a bőrt. Jó a fű, lehet benne vetődni. Szeretem. Fejelünk, egykapuzunk, amíg nem jön a csősz. Akkor a nagyház mögött megvárjuk, míg elmegy. Természetesen. Dési rendes tag, 3-mal jár fölém. Értékeli a labdatechnikámat, a reflexeimet. Gyors vagyok. Legutóbb meg, mikor egy kis csapatot válogatott össze, azt mondja nekem Dési. Te most nem játszol. Látod? Páratlan vagy. Ha hozol egy srácot, persze nem kerestem srácot, gondolható. Hazamentem, szakítottam Désivel. Míg a fehér leginkább adott a fagylaltból is. Nem szeretem a kókuszt, de elfogadtam barátságból. Nehogy azt higgye. Meg segítettem neki lerajzolni a környezetét.
nem tud rajzolni. És megvártam a zeneóra után, addig egy kövön ültem. Nála volt a hegedű. Segítettem neki vinni a táskáját. Igaz, aztán jött Sallai, és elrohantak. A múltkor is ott hagytak a kövön ülni, hiába. De hát még a fehér? Ki az én barátom? Szeptemberben biztosan megtudom, vagy jövőre, vagy legkésőbb, ha felnövök. Egyszer biztosan találkozom vele. Szeretném, hogyha kinyitnátok a füzeteteket, és felírnátok címnek, Gyurkovics Tibor, az én barátom. Ki a főszereplője a történetnek, az elbeszélésnek? Ki az, aki ezt elmondja nekünk? Hát maga az író bácsi, ő a főszereplője, és a mellékszereplők pedig a három barát, Körössi, Dési és Fehér. Illetve szeretném, ha még megbeszélnénk az idegen szavakat, ha bár itt az olvasók könyveteknek a 11. oldalán le is van írva. A csősz, ugye az őr, ugye, aki őrizte azt a területet, ahova nem szabadott bejárni, pedig ők ugye bementek és fociztak. A másik pedig a reflex, testünk gyors reagálása valamire. Hát például, hogyha megsütjük a kezünket, például oda tesszük a csap alá forró vízzel, abban a pillanatban el fogod rántani, mert ugye az impulzusok az agyhoz odaérnek, és reflexszerűen el fogod húzni a kezedet. Én más idegen szavat nem találtam, szerintem, hogyha ti is ügyesek vagytok, és biztos, hogy ti se találtatok más ilyen szavakat. Ami nagyon érdekes ebben az elbeszélésben, hogy egy kérdéssel kezdődik az olvasmány, hogy van-e neki igazi barátja. Amikor elolvassuk, feltehetjük a kérdést, hogy van-e neki barátja. Én azt mondom, hogy van. Ti mit gondoltok? Több barátja is van. Volt, akivel ugye egy padban ült. Ő volt Körösi. Van Dési, akivel szívesen rúgja a bőrt. És van Fehér, akivel el szokott menni fagyizni, segít neki rajzolni, mert még megvárja, amikor zeneórája van, és viszi a hegedűjét. De megint feltesszük azt, hogy ezek igazi barátok? Lehet-e több barátunk? Most van egy feladatotok a füzetetekben, és ezt most szeretném, hogyha megcsinálnátok, több barátotok nevét írjátok fel a füzetetekbe. Írjátok fel mondjuk azt a barátot, akivel focizni szerettek, írjátok fel, akivel esetleg ülni szerettek együtt, lányok, akivel mondjuk babáztok, vagy táncra jártok, vagy énekelni, vagy tiktokozni, ugye a lányok azok szoktak, úgyhogy írjatok fel pár nevet a füzetetekbe, és ez majd kapcsolódik az utolsó feladathoz. Úgyhogy ha ez megvan, akkor beszéljük meg az utolsó pár mondatot, a befejező részt. A befejező részben ki az én barátom? Szeptemberben biztos megtudom, vagy jövőre. Vagy legkésőbb, ha felnövök. Egyszer biztosan találkozom vele. Miért mondja pont ezt az író bácsi, hogy szeptemberben fogja megtudni? Vagy miért csak majd egyszer fogja megtudni? Tehát is sok mindenre gondolhatunk, mert ugye szeptemberben elkezdődik az iskola. Lehet, hogy addig nem találkoztunk egy barátunkkal se. Lehet, hogy Gyurkovics Tibor visszahúzódó gyerek volt, és nem ment sehova se. Ezért ugye várta szeptembert, hogy végre találkozzon valakivel. Akikkel bizony találkozott, azokban pedig nem volt nagy bizalma, hiszen Körösi csak azt mondta, hogy 6 hónap után, hogy nem baj, hagyj üljön máshoz. Ez nagyon-nagyon rosszul eshetett neki. Vagy Dési, akivel ugye egy csapatban akart játszani, mindig dicsérte, aztán pedig azt mondta, hogy most nem kell lesz nekem. Vagy a Fehér, hát ott ült a kövön, várta őt összegubbadva, és mégis elszaladt Sallaival. Tehát nem tudhatom, hogy van-e neki egy igazi barátja, hiszen
valójában akkor mindent egyetlen egy személyben megtalálna. Úgyhogy igazi barátja még nincsen, mert nem találta meg azt a szemét, akiben még teljes mértékben ő megbízhat. És kezdődik a munkalapban levő feladatokkal. Az első feladat, szeretném, hogyha elővennétek az olvasási munkalapotokat, kinyitnátok a 9. és a 10. oldalon fogunk dolgozni. Az első feladat az, ki az elbeszélés főhőse, és ezt már meg is beszéltük, ugye maga az író bácsi, Gyurkovics Tibor a főszereplő. A második feladat, a főhősnek a barátai, ugye itt a Körössiből, a Dési és a Fehérről beszélünk csak, csalódást okoznak neki, mert mások voltak az elvárások, és másmilyen módon viselkedtek, más nyújtottak neki. Nézzük, Körössi, közösen használták a radírt. A radír rend van a padban, 6 hónapja, együtt ülünk. És azt mondja neki, amikor a tanítani elülteti, nem baj, majd jön a másik. Hát szerintem az elvállás az az volt, hogy szeretett volna, ha mellette marad. Tehát normális, ugye? Dési, ő agyonra dicséri, mennyire ügyesen focizik, együtt rúgják a bőrt, mindent, jó a lábtechniká, jó a reflexe. Mi lett volna az elvállás? Hát normális, hogyha azt mondja neki, hogy gyere velem játszani egy csapatba. És ő pedig azt mondja, hogy most páratlan vagy, menjél haza. De ez nagyon csúnya dolog volt a részéről. Fehér adott a fagyiból, Gyurkovics Tibor rajzol neki, mert ugye Fehér nem tud rajzolni. Minden alkalommal megvárt a zeneóra után. Hát, legalább az elvállás az lett volna, hogy vele maradjon, ne pedig szaladjon el sallaival, ugye? Hát, ha valaki egy igazi barátunk, ha semmiképpen sem zárjuk ki, és semmiképpen sem hagyjuk ott, mint ahogy például Dési tette, amikor ugye a fotballról beszéltek, és mehettek volna játszani, csak úgy fogta és lerázta. Illetve a harmadik feladatok az az, hogy írd le, hogy te mit mondtál volna a Körössi helyében. Tehát együtt ülsz, gondold el a pattársaddal, osztozkodtok, éppen látod ceruzán, egy szuper pajtásod, aki kisegít matekból is lehet, magyarból is, és akkor csak egyszerűen ő azt mondja, hogy nem baj. Hát ez szerintem nagyon nem fair. Hát én az ő helyében biztos azt mondtam, hogy nem szeretnék más mellett ülni, Tibi nagyon rendes pattás. Biztos, hogy azt mondtam volna, és ragaszkodtam volna, hogy maradjon mellettem. És egy kép, két összeillő kis kéz, ugye a barátságnak a jelképe. Ez a feladat már a következő, hogy mi a véleményed arról, hogy a fiú még nem találta meg magának a valamire való barátot. Mi vagy ki lehetett ennek az oka? Tehát itt azt mondtuk, hogy ugye több barátja is van, de egyikkel focizik, egyikkel egy padban ül, másikkal ugye hát az több mindent csinált Fehérrel, de valójában ők az igazi barátai neki. Tehát nem, mert egy igaz baráttal mi mindent együtt szeretnénk csinálni, és ő még nem találta meg azt a szemét, akiben teljes mértékben megbízhat. Ez lehet majd később fog kialakulni. Mondjuk így az életemre is, hogy visszagondolok, nekem is van egy barátnőm, akivel már 30 éve barátok vagyunk. Úgyhogy idővel minden kialakul lassan, akiben teljes mértékben meg tudunk bízni. És itt egy érdekes kép, két kisfiú barátsága, ugye átölelik egymást, mosolyognak, mert jól érzik magukat egymással. Tehát akkor vagyunk igazi barátok, hogyha egymással így érezzük magunkat. Munkalapotok 10. oldalán a 6. feladat, ez egy ilyen hosszabb feladat, le kell írnotok osztálytársatokról
mondatokat, de úgy, hogy a nevét nem szabad, hogy eláruljátok. Írhattok külső tulajdonságairól, például milyen színű a haja, milyen színű a szeme, testalkata, magassága, hogy néz ki, sovány vagy éppen teltebb, majd belső tulajdonságairól, kedves, segítőkés, szorgalmas, de a nevét még véletlenül sem említsétek meg. Amikor felolvassátok, akkor a többi osztálytársatok kell majd, hogy kitalálja, hogy kiről is írtatok, és ezt zárójelbe kell tenni. Megmutatom körülbelül ezt, hogy nézzen ki nektek a füzetetekbe, tehát találjátok ki, kiről írok. Hosszú szőke haja és zöld színű szeme van. Magassága átlagosnak mondható. Somány, divatosan öltözik, főleg rózsaszín és fehér ruhákat hord. Főleg sportos a ruházata. Nagyon kedves, segítőkész, együtt járunk táncra és röplabdára. Ő az én legjobb barátom. És a nevét zárójelbe teszitek, és próbáljátok el is takarni, hogy ne tudják, hogy kiről írtatok. Tehát ezzel a pár mondattal segítettem nektek, hogy hogyan nézzen ki ez a munka. Hogyha persze ezt nem tudjátok befejezni, erre adok időt, hiszen ezt az iskolában kell majd felolvasnotok. Barátság. Mi is a barátság? Tehát ez nagyon szoros kötelék. Az emberek, ugye, aki azt mondjuk, hogy a barátod, az sose támad hátba. Hogyha neked rosszul esik, akkor is a szemedben megmondja az őszintét. Mindig tudsz rá számítani. Mindenben tudsz rá számítani. És itt egy idézet is a barátságról. A bizalomra épülő kapcsolat egyik legjelentősebb formája a barátság. Tehát bizalom. Ezt Berezki Tamás mondta. És itt mutatott nektek egy képet, szintén a barátságról, amikor is együtt vagyunk szeretetben, boldogságban és nevetésben. Házi feladatra feladnám, hogy olvassátok el ezt az olvasmányt, legalább kétszer, hiszen nagyon szép olvasmány, és ezzel én megköszönném a figyelmeteket, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk a következő órán. Sziasztok!